Böhm Csaba, Tomasov Soma, Simon Sarolta, Gulyás Michel és Szép Balázs a bizonyíték arra, hogy a magyar öttusa sport utánpótlása továbbra is tele van tehetségekkel. Utóbbi négy nem meglepő módon korosztályában az év öttusázója lett itthon. Most mindjárt elmesélik nekünk, hogyan is teljesítettek 2016-ban. Nagyon nehézkesen indult ez az éve, mert volt egy lovas balesetem, de szerencsére az edzőim segítségével sikerült behoznom a lemaradást, és az otthoni versenyeken, a válogató versenyeken jó helyezéseket elérni, és ezekkel az eredményekkel sikerült kijutnom az egy korosztályjal idősebbeknél a világ és Európa bajnokságra, valamint a saját korosztályomban az Európa bajnokságra. A saját korosztályomban második helyezést értem el egyéniben is csapatban, és az egy korosztályjal feljebb, még fiatalként is nagyon jó helyet értem el. Hát úgy gondolom, hogy az IFI EB-n és VB-n elért eredményem miatt kaptam ezt a kitüntetést, ugyanis az EB-n negyedik lettem, a VB-n pedig tizedik. Elégedett vagy akkor ezzel a 2016-os esztendővel? Nem igazán, ez sikerült volna sokkal jobban, úgyhogy jövőre sokkal jobban szeretnék elérni. A junior EB-n és a VB-n legjobb magyar voltam, ami azt jelenti, hogy az EB-n 8. lettem, a VB-n pedig 5. egyéniben. Az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon is a legjobb magyar lettem. Az Európa-bajnokságon egyéniben 9. lettem, váltóval aranyérmesek lettünk, és a világbajnokságon pedig egyéniben 5. helyezést értem el, és a csapattal pedig 2. lettünk. Az összes válogatót megnyertem, és még a tatai ORV-t is meg tudtam nyerni a nagyobb korosztályban. És most hallgassuk meg, hogy teljesítményükről mit is gondol Kálla Jákos utánpótlás kapitány. Nem hiszem, hogy őket nagyon külön kéne szednem, hogy személy szerint lebontani, hogy milyen öttusázok. Nyugodtan beszéltek elők általánosan, vagy összeszedetten, hogy mindegyik egy nagyon-nagyon tehetséges, mindegyéni szempontból, mint pedig egyáltalán mint csapat, mint gondolkodás szempontjából. Számokra bontva is, és öttusában is biztató az a tudás, ami bennük van. Tehát amit én tanultam, vagy tapasztaltam tőlük, akár a hármasában, de már tudom, hogy mire képesek négytusában, vagy ötösában, mi van benne, vagy pedig az a négytusáz, ötösáz gyerek, aki már ugye a maga korosztályban érmes, vagy érem közeli pozícióban volt a világversenyen, az már letette a névjegyét a sportágban, és azt gondolom, hogy még sehol nincs az, ami valójában bennük van. És természetesen már tele vannak célokkal, tervekkel. Mindig rövid távú céljaim vannak, mert a következő évre is szeretnék ennyire sikeres lenni, de persze azhoz még nagyon sok munka kell. Természetesen EB, VB, olimpia, és az első ötben jó lenne benne lenni. Még másfél év körülbelül, mire bele kóstolok a felnőtt évekbe, de szeretnék bele szokni először is, és majd eldől, hogy milyen sors vár rám. Mindig lehet mindenben fejlődni, és hát szerintem még nekem kell is. Azt gondolom, hogy vannak erős számaim és gyengébbek is, mint mindenkinek, úgyhogy majd ezeken próbálom javítani a jövőben. Olimpia természetesen az. Olimpia, felnőtt, világbajnokság. De vajon mire van szükség ahhoz, hogy meg is valósíthassák ezeket az álmaikat? Rengeteg edzésre, elsősorban, másodszor szemléletbeli változásra, ami szerintem most, mondom, nagyon sokat beszélgettünk ebben, ők nagyot léptek előre. Bele kell szokni a felnőtt mezőnybe. Az nem úgy működik, hogy az ember bekerül, és akkor egyből világbajnok lesz, hanem ott egy-két évet el kell tölteni, és bele kell őrlődni, bele kell darálódni, bele kell szokni abba a millióbe. Persze kivétel mindig van, remélem, hogy lesz közöttük is ilyen kivétel, és kellemes meglepetéssel fognak szolgálni. Mindemellett az olyan szerepléseket is szokni kell, mint amikor egy gálán kiszorítják őket díjazottként a színpadra. Hát én nagyon lámpalázas vagyok, úgyhogy nekem ez nem a kedvencem. Nagyon izgultam, szerintem be is pirultam, remegett a lábam, én ezt annyira nem szeretem, majd bele kell szokjak idővel, majd csak menni fog.